A nyomunkban az ősz, sőt, mondhatni, hogy már itt is van. Úgyhogy aki kedveli ezt az évszakot és az őszi parfümöket, szerintem nagyon örül, hogy végle, végle, végre előkerülhetnek, és én is nagyon örülök neki, mert én nagyon szeretem a, a fás, picit füstösebb illatokat. Én ma ilyesmi illatokat szeretnék nektek bemutatni. Ebben lesz férfi és unisex parfüm is, és már is kezdeném egy nagyon-nagyon közkedvelt, szinte sláger parfümmel, ez a Givenchy Reserve Privé. A Gentleman vonalból ez nagyon-nagyon kiemelkedő, szerintem egy nagyon-nagyon egyedi parfüm, és hát az íris, a gesztenye, a whisky, fú, és picit talán ilyen négy vonal is felfedezhető benne. Fantasztikus illat. Nagyon-nagyon meleg, euh, dús, fás, euh, puha, uh, belesüppetsz, és mégis vonzó, mégis nagyon-nagyon szexi. Olyan, hogy megfordulsz utána, mert tudni akarod, hogy ó, Isten, mi volt ez? De tényleg ilyen. Ezt megértem, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik, mert ez tényleg eltalál egy olyan... Fú, olyan, olyan illata van, amit, amit, én nem tudom. Talán a, igen, a Dior Home hoz hasonlítható az Iris miatt, de nekem bevalom ez, ez, ez jobban tetszik tartós is, jó a hatósugara is, szóval az árát nagyon-nagyon megéri szerintem, barna, nagyon fás, is inkább maszkulin, bár lehet, hogy nők is szerintem, hölgyek is nyugodtan kipróbálhatják, de talán inkább a, a, a férfi oldalra billen. Imádom, tényleg nagyon jó parfüm. Hát ő viszont a másik véglet, hát abból a szempontból, hogy nem övezi akkora nagy hype, meg talán nem is annyira ismerik sokan, de nekem, nekem egy nagyon nagy kedvencem, és talán még ebből a szempontból mondhatni, hogy még egy picit különlegesebb is. Ez a Mugler Alien férfi változat. Semmi köze a, a női vonalhoz, az egy, az, egy, az egy teljesen más. Ez egy ez egy füstös, bőrös parfüm, amin, aminek a tetején egy ilyen szinte légiesen zöld illatvilág lebeg. Tehát nagyon-nagyon különleges az egész. Hát ilyen összetevők vannak benne, mint ánizs, ö, menta, kapor, citrom, bőr, bors, és kasmír, és vanília, és ámbra, egy, egy javarészt ö, fás, füstös, bőrös parfümnek írnám le. A 90-es évek illatvilágával keveredik, de mégis modern. Egy igazi, egy igazi él ilyen. szóval szerintem nagyon különleges. Furcsa, hogy egy kicsit ilyen, 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 lilás, és hát ez inkább igen sötét lila színű az üveg, de ez, egy, ez szerintem inkább egy zöld. Tehát, hogyha ha a színt kéne neki választani, akkor én a zöldet választanám. Van benne egy picit ilyen. A citrusokkal kezd. Ott van már benne a citrusok alatt ez a nagyon-nagyon szép, aromás zöld vonal, és onnan jön elő, így bugyog fel ez a füstös bőrös illatvilág, úgyhogy nagyon különleges. Nagyon-nagyon tartós ez is, úgyhogy. Rebesgetik, hogy meg fog szűnni, én minden olyan illattal így járok, amit imádok. Szinte már vártam, hogy mikor jön ez el, de még kapható, úgyhogy örüljünk ennek. Mugler élyen. Amikor ez az illat megjelent, és én megláttam az üveget, azt mondtam, hogy Jézusom, ez annyira jól néz ki, hogy már, már ez, ez figyelemfelkeltő, imádom. És amikor megjártam az illatjegyeket, mint Palo Santo, Pipa, nem is tudtam ezt hova tenni, mond, azt gondoltam, hogy ez csak jó lehet. Billy Ellis number 2. A kettes szerintem fantasztikusan néz ki. Annyira jól ki van találva. Hát ízlések és poponok nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy valakinek <laughs> sok, de szerintem nagyon jó. Hát igen, a paloszantó, és a bors, a bergamot, a virágos egyek a papírus, a vanília. Olyan, mint amikor sétálsz az erdőben, és jönnek már ezek a ezek a füstös illatok, és ö, előbukkan egy picit a vanília, ad neki egy nagyon finom édességet a, a, a háttérben meghúzódó ö, virágos jegyek, de az egész illatláncon ez a paloszantó, ez a megnyugtató, megnyugtató, szinte ilyen meditatív illatvilág vonul végig, és ettől azt mondom, hogy egy picit, a, sőt nem is picit, szerintem nagyon is a nés illat illatvilágba hajlik ez a parfüm, nagyon-nagyon különleges, és azért szerintem tök menő, hogyha van a polcodon egy ilyen, egy ilyen különleges üveg, szóval imádom, Billiel is, ezt oda ez jó. Ebben a rossz lányos vagy rossz fiús illatban bújik meg a Monster of Wild Leather. Én már azért elég sok bőrös parfümöt szagoltam az évek során, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kiemelkedő bőrös parfüm. A fő illat ez, erről szól. És mindezek mögött, hát igen, hozza a másszer a keleti illatvilágot abból a szempontból, hogy felsejlik benne a rózsa, Egy picit, talán, ha nagyon odafigyelünk, akkor virágos ibolyás. De de nem hiszem, hogy ezek annyira nagyon ö, ö, így kiemelkednek, de annyira jól ö, keveredik az egész illatkompozíció, hogy érezni, hogy füstös, egy picit inkább bőrös, fás, de de, de nem, 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 ezen kívül nem is tudjuk ö, így kiemelni a többi illategyet, pedig hát van benne bergamot pacsuli, amit ír rózsa, ö, Ibolya, Moha, Pézma és Ámbra, de az biztos, hogy a bőr a fő vonal. Abszolút unisexnek mondanám, hölgyek és férfiak nyugodtan használhatják, és mint minden Manszera illatra, ez is erős is jellemző, hogy nagyon-nagyon tartós, jó hatósugárral rendelkezik, és... Tényleg nagyon különleges, szóval mindenképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki, mert az egyik legkülönlegesebb bőr parfüm, bőrös parfüm. Zara Wood Legacy. Nagyon különleges ez az illat is abból a szempontból, hogy fa és csoki a fő vonal és leszáradáskor már bontakozik ki a többi egy mint a tonka bab, picit édesebb, itt is a vanília, de a fa és az étcsoki szerintem nagyon-nagyon különleges már, már, önmagában, és idővel ez nem szerepel az illat egyek között, de van benne egy ilyen kókuszos illatvilág. Én nem rajongok a kókuszért, de itt annyira, ez is ilyen meleg, ilyen nagyon, Puhán, szinte krémesen, csokisan, fásan kókuszos, nem is tudom másképp mondani. E, nagyon különleges, és mint minden zara parfüm, ez is nyilván el fog tűnni, e, még kapható, úgyhogy mindenképpen próbáljátok ki. Abszolút őszi télinek mondanám, szerintem egy nagyon bújós, kellemes, és abszolút unisex parfüm, ezt, ezt bátran e, hölgyek, férfiak nyugodtan használhatják, és el is érkeztünk a hatodik illathoz, amire nem véletlenül tettem ezután, mert szerintem nagyon hasonlít Sarah Jessica Parker stash illatához, aki, aki ezt ismeri, az hát ugyanúgy fájhat a szíve, mint nekem, mert hogy ez az illat megszűnt, de ha esetleg valaki még talál az interneten, az mindenképpen szerezze be, mert nagyon jó. Amikor én ennek az illatát megéreztem, akkor rögtön azt láttam magam előtt, hogy egy ilyen, egy ilyen egy kasmír pulcsiban vagyok egy kandaló mellett, és így oh, annyira jó, jó, érzés fogott el. Így ez is nagyon-nagyon fás, kasmíros, bújós, picit a jegyek érezhetők benne, de nem túl dominánsak, inkább egy ilyen fás, kasmíros, nem is tudom a többi illetéget, de hogy ez a fő vonal. Én nagyon-nagyon sajnálom tényleg, hogy megszűnt, mert ez is a designer illatok közül nagyon kiemelkedő, nagyon jó áron lehetett kapni, szóval ja, nagyon őszi, de szerintem tére is, is, kiváló, akinek van, az, az, az nagyon becsülje meg, mert szerintem tényleg kiváló illat. Hát ezek voltak most így a az őszi parfümök, amiket első körben ajánlottam, vagy ajánlanék. Lesz még őszi parfüm videóm, illetve bocsi, hogy egy kicsit így eltűntem a parfümös videókkal, most elhatároztam, hogy többet fogok készíteni, visszatérek velük, szóval nézzetek és iratkozzatok fel!